95.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Száguldás, tőzsde, szerelem, száguldás? Kérdezzük Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetőtől, elnézést kérve mindezekért. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Inkább csak kocogás egyenlőre, itt a péntek reggel azért alapvetően pozitívan indult, 0,25%-kal van följebb a Box Index, de azért még száguldásnak ezt nem merném nevezni, különösen annak fényében, hogy azért Európa szerte úgy látom, hogy pozitívan nyitottak a tőzsdék, és ennél nagyobb mértékű emelkedések is vannak, egy DAX Indexnél 0,6%, a franciáknál több mint 1%, úgyhogy most ilyen szempontból egy picit alul teljesít a Box, de mindenképpen örülni lehet annak, hogy újra emelkedünk itt a korrekció után. Ha az egyedi részvényeket nézzük, a MOL 0,5%-kal van most feljebb, 2380 forinton volt az utolsó kötés, az OTP 15.855 forintos értékkel 0,4%-os pluszban, a Richter gyakorlatilag a tegnapi záróértékén van most 8.145 forinton, és az M-Telekom az egyetlen mínuszos a blue chipek közül, itt 0,1%-kal csökkent 425,5 forintra a részvény ára. Mindenképpen kiemelendő a Masterplast, amely hosszú idő után újra sebességbe kapcsolt, és új rekordon van, 4390 forinton 5%-as emelkedéssel, úgyhogy mit sem számít nekik az építőipari esetleges korlátozás, a Masterplast egyelőre robog előre. Hogy a negatív oldalra is tegyünk valamit, a Waberers 2%-os csökkenése van most itt a mérleg másik nyelvébe, ami picit lefelé húzza az indexet, 1745 forinton van most a részvényára. Figyelj, a forgalom milyen, mert nem tűnik acélosnak. Nem az valóban. Még jócskán az 1 milliárd alatt vagyunk, úgyhogy egyelőre döcögős a forgalom szempontjából. Forint fronton mi újság van? Nyugodnak-e megfelé a kedélyek? Hát ma reggel itt volt egy olyan esemény, ami nem éppen a megnyugodás felé hatott. Ugye elkezdett erősödni a forint, már tegnap tulajdonképpen azzal, hogy magunk mögött tudtuk a magas inflációt, és ebből azért sokan arra következtettek, hogy lesz újabb kamat. Majd intézkedik emelés. A jegybank el lesz. Igen, elkezdett a 358-50-es csúcsról elkezdett szépen visszaerősödni a forint. Ma reggel is ilyen 357 közelében nyitottunk, aztán körülbelül 10-15 perccel ezelőtt hirtelen szétestek az árak, és valami nagyon brutális dolog történt, ilyen 5 forintos spreadek voltak. Vagy valaki nagyon beleadott, vagy egy nullával elmérte a mennyiséget, nem tudjuk, még egyelőre nincs meg a megfejtés, de az biztos, hogy tovább erősödött a forint, 356-25-nél vagyunk most, úgyhogy valami történt, szerintem néhány órán belül majd meg lesz az info is. Hát a bankközin egy nullával elmérni valamit azért az kemény. Ez nem olyan, mint hogy a részvény. Nem játék. Vagy hát amikor még én ugye ott a bankközi piacon voltam aktív, akkor ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy az MNB csak körbe kérdezett, hogy kinél mi az árfolyam. Ja, igen, ezért csinálta. Csak a hirtelen mindenki megijedt. De nem tudunk egyenlőre intervencióról, úgyhogy valószínűleg csak egy nagyobb mennyiségű megbízás esett be a piacra. Jó, hát köszi szépen ezt a kis körképet, meglátjuk ezt, hová fejlődik így a nap végére. Jó munkát addig is, aztán jó pihenést. Köszönöm szépen, jó napot és jó hétvégét mindenkinek. Szia, szia, Szilárd! Sziasztok! Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető árulta el nekünk, hogy milyen árak alakultak ki a tőzsdéken és a bankközi piacon. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési